Egy pontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen az atomerőmű SE férfi kosár csapata. A találkozó után Szrecskó Szekulovics lemondott pozíciójáról. Mindkét csapatnak nagyon fontos volt a meccs, nagyon gyengén kezdtük a találkozót, sok kosarat kaptunk. Volt lehetőségünk visszajönni és meg is nyerni a meccset, de nem tudtunk élni a lehetőséggel. Nem ez az első, hogy kicsi különbséggel kaptunk ki. Nem szeretnék tovább dolgozni Pakson, mivel nem tudom úgy építeni a csapatot, ahogy szeretném. Nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szekulovics. 8 meccses periódust zárt le Szrecskó Szekulovics az idei bajnokságban, mikor is távozott az ASE csapatától. Ez időszak alatt 3 győzelmet és 5 vereséget jegyzett a gárda, és a 11. helyről várhatja a folytatást a 14 csapatos bajnokságban. 8 meccses periódus, amit itt töltött Szekulovics, alapvetően sok tapasztalatot hozott. Összességében én továbbra is jó edzőnek tartom, és egy nagyon jó hangulat volt a csapat körül, nagyon jó volt a kapcsolata velem, a vezetőkkel, a játékosokkal, bizonyos konfliktusokat is tudott kezelni. Ennek ellenére, és annak ellenére, hogy a közösen kiválasztott játékos állomány véleményem szerint továbbra is jónak tekinthető, valahogy az eredmények nem ezt igazolták. És hát ugye közben is már végeztünk értékeléseket, sőt, hát ugye a kritikus Zalaegerszeg elleni meccs előtt gyakorlatilag szűk egy héttel volt egy határozottabb ilyen értékelő megbeszélés, ahol ugye az edzővel és hát én beszélgetve a személyzet, a stáb többi tagjával, illetve játékosokkal is meghatároztunk bizonyos területeket, ahol hát javítani kellene. Ezeket én átbeszéltem az edzővel, összességben mindent pozitívan fogadott, de ugye most jött ez a mérkőzés, ahol ugye nyilván ilyen új intézkedések vagy elhatározások nem hoznak azonnal eredményt, de ez a mérkőzés, ez ugye úgymond, és ez nem a mi oldalunkról, hanem egyáltalán megpecsételte a sorsát, amit ugye maga végül is ugye úgy ítélt meg, hogy ez már sok. Az ASE vezetése elfogadta Szrecskó Szekulovics lemondását. Határozatlan időre Schmidt Béla veszi át a vezetőedzői pozíciót, míg Jan Pavlik másodedzőként fog segítkezni a munkában. Így a héten már az új edzői stáb készíti fel a csapatot a folytatásra. Schmidt Béla már nem először kapott bizalmat az elmúlt évek évtized alatt. Hazai páros is volt már korábban is, akik sikerrel vették az akadályt, akkor Schmidt Béla mellett ifjú Morgan Frigyes állt.